A háború kitörése óta folyamatosan érkeznek a menekültek Magyarországra. A kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórház dolgozói azóta több helyszínen is segítettek a bajba jutottakon. Az intézmény főigazgatója elmondta, a munkatársak között többen beszélnek ukránul vagy oroszul. Ők az első két hétben Mándokon, illetve Aranyos Apátiban vettek részt a menekültek egészségügyi szűrésében. Ettől a héttől pedig Záhonyban segítik a rászorulókat. A kórháza határhoz való közelsége miatt most kiemelt szerepet kapott a háborús menekültek ellátásában. Ami nagyon fontos, és tegnap miniszterelnök úr itt volt a kórházunkban, és kiemelt, hogy a következő hét nagyon kemény lesz ebből a szempontból, nagyon sok menekült várható. Mi már készülünk erre majd, és a COVID-ellátásunkat egy másik helyre költöztettük át, hogy legyen egy olyan épületünk, ami önállóan akár 150 ágyig is feltölthető, hogyha szükséges, természetesen ez humán erőforrás máshonnan is biztosítani kell. Ami pedig nagyon fontos, és amit mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy a háború első napjaitól egy olyan együttműködés indult el a rendőrség katasztrófavédelem, oms OMSZ igazgatásrendészet munkatársai között, amit én még korábban is tapasztaltam, de ez még százszorozódott és még jobban működik és ez a fajta együttműködés lehetővé teszi azt, hogyha a kórházba nagyobb betegbeáramlás indulna meg a határ fölől, akkor erre vonatkozóan jelzést kapunk majd tőlük. Hegyi Henrik főigazgató kiemelte, a menekültek ellátásának feladata hosszú távon a többi megyében lévő kórházat is érinti. Az a humán erőforrás, amivel a kórházban rendelkezünk, most jelenleg a normál ellátást, illetve a COVID-ellátásban még az intenzív és a, a nem intenzív ellátást igénylő COVID-betegek ellátását biztosítja. Ezen felül, hogyha szükséges, biztosítjuk már most is a menekültek ellátását. Jelen pillanatban 6 menekültet látunk el. Ha későbbiekben ezt a számot növelni kell, akkor át kell csoportosítanunk a meglévő munkatársaktól. Ez a feladat valószínűleg hosszabb távon nem csak a mi kórházunkra, ahogy jelen pillanatban a megyében működő többi kórházat is érint, és már ott is látnak el menekülteket, tehát ez egy közös feladat lesz majd a későbbiekben. Várhatóan az jöhet még szóban, hogy a határmentiségünk okán egyfajta triás szerepet tölthetünk be, hogyha háború sérültek is érkezhetnek országunkba későbbiekben ellátásra, amit jelen pillanatban még nem tudunk, hogy ez be fog -e következni. A főigazgató elmondta, a gyógyszerek eszközök beszerzése már megtörtént. Az elmúlt három hétben az intézményben ellátott menekültek állapota változatos képet mutat. Volt, aki krónikus betegséggel, volt, aki Covid-dal került osztályra. Az egyházi fenntartású kórházban a menekültek számára lelki segítségnyújtást is végeznek.